Választási kampányvideó még 2010-ből. Ekkor került be a parlamentbe Zsiga Marcell, Miskolc fideszes képviselőjeként. Ekkor már komoly pártkarrier állt mögötte, a Fidelitas alelnöke volt, és együtt focizott az ifjúsági szervezet csapatában Szijjártó Péterrel is. Képviselősége első évében derült ki, hogy hónapokig duplán vett fel költségtérítést, alpolgármesterként és képviselőként is. Feleségével közös miskolci házát pedig kifelejtette a vagyonnyilatkozatából. Az oda vezető utcát azonban leaszfaltozták, de csak Zsiga házáig. És ő volt az is, aki az éhségmenetre reagálva azt mondta, havi 47 ezer forintból meg lehet élni. Meg tudni élni 47 ezer forintból? Biztosan meg lehet élni 47 ezer forintból. Biztosan meg lehet élni 47 ezer forintból. Igen, azt hiszem, igen. Zsiga Marcell ekkor 57 ezer forintból élt, de nem egy hónapban, hanem naponta. A 2014-es kisebb parlamentbe már nem fért be, a Szerencsejáték ZRT szponzorációval foglalkozó cégének élére került. Itt havi 1,5 millió forintos fizetése van, most emellé újabb pozíciót kapott. A Szerencsejáték ZRT közleménye szerint ő lett a cég kommunikációs igazgatója. Lázár János, aki frakcióvezetőként dolgozott korábban Zsigával, nem akarta kommentálni a kinevezést. Nincs arra lehetőségem, hogy a minisztertársaim kinevezési gyakorlatát azt kommenteljem, mert aztán meg baj lesz belőle. Már nem nekem lesz bajom belőle. A demokratikus koalíció szerint nagy hiba Zsiga Marcellt bármilyen állami pozícióba kinevezni. Orbán áll emögött a dolog miatt, semmi más nem történik, mint hogy milliós állásokat osztogat a haverjainak. Zsiga nem alkalmas erre. Új pozíciójáról és az ezzel járó fizetésről szerettük volna megkérdezni Zsiga Marcellt is. Levelünkre azonban csak annyi választ kaptunk, hogy az új kommunikációs igazgató külföldön van, ezért nem tud interjút adni nekünk. Szondi Vanda, RTL Híradó, Budapest.